Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából és elment Simon és András házába. Simon anyósa Lázos betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak, Jézus odament hozzá, megfogta kezét és felsegítette. Erre megszűnt a láza és szolgált nekik. Amikor lement a nap és festeledett, oda vitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek, és sok ördögöt űzött ki. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. Hajnalban Jézus nagyon korán kiment. Kiment a házból, elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor ezt megtalálták, azt mondták neki, mindenki téged keres. De így felelt, menjünk el máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem ki. És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban, Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. Ezek az evangélium igény. Szeretett testvéreim, Jézus akkor más helységekbe ment, hogy hirdesse az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki, mondja a görög szöveg, az Istenség mélységeiből, hogy hirdessem az evangéliumot. Ezek az evangélium igéi. Szent Pál azt mondja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, ez egy görög szó, az örömhír. De hát mi ez az örömhír? Testvérek, ha valaminek a lényegét nem lehet elmondani, 2-3 másodperc alatt, akkor ott baj van. Az egész kereszténység lényegét, az evangéliumot. Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében 1-2 mondattal elmondja, és ezt most tanuljuk meg. Elsősorban azt hagytam rátok, amit kaptam, ez a bevezető. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, az Ószövetség szerint, és eltemették. És föltámadt ismét az írások szerint. Ha ennek egy hosszabb változatát akarjuk, akkor ott van a hiszek egy, amelyben a teremtéssel kezdődik, de egy ókori szövegnek a lényeg az, ami a közepén van. A hiszek egy közepén ez van, Poncius Pilátus alatt szenvedett, meghalt és eltemették, és föltámadott az írások szerint. Testvéreim, 3 pilléren nyugszik a keresztény hit. Jézus, ez a názáreti férfi élt. Annyira élt, hogy meg is ölték és eltemették. Jézus történetisége. A második, hogy föltámadt a halálból. Ez igazából nem történelem, de megtörtént. Kilépett a történelemből, és itt van. Ez a föltámadás. Nem az, hogy visszajött, mint Lázár. Föltámad. Harmadik, az írások szerint, secundum scripturas, az Ószövetség szerint. Testvérek, ha bármelyiket kikezdik ezek közül, az egész keresztény hit önmagától összeomlik. Tehát ha betesznek egy szellemi vírust a te hitedbe, akármelyik oldalon, ez le fogja építeni a hitedet. A úgynevezett fölvilágosodás korában, de már a reneszánszban is, a föltámadást kezdték ki. Úgy látszik, azt a legkönnyebb. Tehát, hogy az apostolok álmodoztak, annyira szerették, hogy fel kellett támadnia, tetsz halott volt, aztán létrejött a hideg sírba, a rómaiak nagyon tudtak ölni. Főleg akkor, hogy császár ellenes cselekedetnek volt feltüntetve. És egy mindenfélét össze-vissza beszéltek, ugye, már a zsidók egy része is, aki nem fogadta el Jézust, azzal jött, hogy ellopták a testét. Hát ha ellopták, mondja Ágoston, a katonák hogyan engedték ellopni? Ha pedig aludtatok, akkor hogy tudjátok, hogy ellopták? Ez a beszéd mind a mai napig el van terjedve. Testvérek, a kereszténység alapja az, hogy Jézus él.
Ez nem orvosi lehetetlenség, hanem ez az Isten tette. Egy új formában, tehát a mi testünknek igenis lesz egy új formája. Várom a holtak feltámadását és az örök életet, van a hiszek egy végén. Azért ment az a 11 apostol, majd Pál, meg a többi a világ minden részére testvérek, és mind meghaltak ezért. Mert ez nem egy vallás. Ez minden emberre tartozik. A vallások erre nem ismertek gondolkodni. A test az, ami elrohadt, vége. De Isten teremtő. Nagyobb dolog, hogy te meg én itt vagyunk, mint hogy a holtak föltámadnak. Mert a semmiből lett a világ. Minden összefügg a hiszek egybe. No, ezzel a kereszténységet nem sikerült lerombolni, mert mindig voltak újra első áldozók, és voltak sokszor áldozók, és tudták, hogy nem egy kenyeret kapnak be, hanem az a Jézus jön el hozzájuk, aki zárt ajtó mellett megjelenik. A tabernákulumok csöndje azzal a piros mécsessel évszázadok óta itt van. Hát akkor próbálkoztak a másik alappal, az 50-es években, még kiadtak egy olyan brosszurát, hogy a názáreti Jézus nem létezett. Ez egy mítosz, hogy a természet tavasszal megújul, hát ezt abszolutizálta, tehát ebbe a mítoszba, hogy Jézus föltámad. Tehát egy a nagy vallások közül, egyébként a mítoszok azok értékes mesék, mert olyant mondanak el, ami minden nemzedékkel megtörténik, de úgy sose történt meg. Nem erről van szó. Jézus azon a bizonyos zsidó húsvétkor megjelen 40 napon át. Tehát testvérek, és itt kezdték ki, hogy a názáreti Jézus nem létezett, egy költött alak. Az a egyetemi tanár, bocsánat a szóért, az a szellemi gazember, aki az 50-es években ezt kiadta a brosúrában, az a 70-es években azt írta, nyilván a tudomány nem tagadhatja a názáreti Jézus létét. Érdekes, a hat elemit végzett nagyszüleim 50-es években is tudták, meg a 70-es években is. Ezért kár egyetemet végezni. A názáreti Jézus létét, ez a második. Testvérek, ezek lefutottak. Azzal, hogy tagadják Jézus föltámadását és jelen valóságát, azzal a kereszténységet nem lehet tönkretenni, mert ez a lényege. Azzal, hogy Jézus élt, ezzel már nem jönnek elő, mert történelmi tény. Testvérek, most egy nagyon nagy alattomos támadása van az örömhírnek, az evangéliumnak, az írások szerint. Ezt a tartószlopot ki akarják lökni. Testvérek, kezembe került egy hatalmas nagy könyv. Nem mondom meg a címét és a szerzőjét, hogy ne olvasd el, mert megmérgez. Aki meg elolvasta, az meg már tudja, hogy meg van mérgezve. A modern mai zsidóságról szól. Ez engem nagyon nem érdekelt, hogy mit mondanak a zsidók önmagukra, ki a zsidó, ki a nem zsidó. De egyszer csak előáll egy magánkinyilatkoztatással, hogy tulajdonképpen az egész ókori zsidóság történet az kitalált dolog. Sose volt egységes nép, nesze neked archeológia, amit tanultunk az egyetemen, kövek, amire rá van írva, vége. Tehát ez mindig egy bolygó, szétszorozott nép volt, aki úgy tudta, hogy az Isten kiválasztotta magának, és ez a fejükbe szállt. A kiválasztottság tudata mérgező. Ez a másik, ami nem igaz. A katolikus keresztény is ki van választva, hogy mondd el a többinek. A kiválasztottság akkor lesz rossz, ha azt magadnak használod. Mit mond Jézus? Én választottalak titeket. Nem azért, mert olyan jók vagytok. De testvérek, figyelitek? Ábrahámtól Krisztusig nem is volt zsidóság. Nincs egy lineális történelem, és az Ószövetség az a zsidó népnek a kreált nemzeti mítosza, amelyben akarja igazolni, hogy ő felsőbbrendű. Nem veszi észre az ilyen intellektuel, hogy ezt a történelmietlen, tudománytalan magánkinyilatkoztatást elfogadva,
saját egyházát is aláássa, mert a zsinagóga folytatása a keresztény egyház. Mit olvastunk? Zsinagógáról zsinagógára járt. És az első, aki megértette, hogy kicsoda Krisztus, az nem a pogány, az nem érthette meg. Mert ha csodát tesz Görögországban, azt mondják, hogy az Zeus leszállt az Olimposzról. Egy része rögtön megértette. Fölismerték, hogy az, amit a próféták csak nyöszörögtek, és ki se tudták mondani, hogy Emmanuel lesz a neve, vagyis velünk az Isten, hogy Jézusban Isten emberé lett. Testvérek, és hát Jézus föltám, az ilyen keresztény, aki elfoglalja, elfogadja azt, hogy az Ószövetség az egy összetápolt, kitalált mítoszok gyűjteménye, akkor az elfogadja azt, hogy Jézus föltámadt. Akkor Isten, aki föltámasztotta Jézust, az egy mítoszt hitelesít. Őrület. Első logikátlanságok. Rettenetes ellentmondások. Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy a Tórát, az Ószövetséget beteljesítsem. És egy ébetű vagy egy vesszőske se hiányzott előle. És jaj annak, aki abból valamit elhagy. De beteljesítette. Mivel? A Szent Háromság kinyilatkoztatásával, vagy Isten a szeretet. Testvérek, Isten igazolta a názereti Jézust. Föltámadása, igazolása az egész Ószövetségnek. És persze az ilyen megmérgezett intellektuel már kicsipi az, hogy milyen véres harcok voltak ott, meg kiirtották egymást. Most nem írtják ki egymást! Ez csak az bizonyítja, hogy Isten egy valós emberi történelembe jött el. És ma is van az, ma is vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy Isten nevében gyilkolnak. És a Szentírásban benne van, akkor az is benne van, hogy ezt félreértették. Mert Isten maga szeretett. És a keresztényt is megkísértette ez. És a semleges intellektuált is meg fogja kísérteni, hogy kiírtsa a keresztényt. Testvéreim, nagyon mérgezett világra élünk. Olvasd el a katekizmust, bújd a Szentírást, végezd valami teológiát, mert nem fogsz állva maradni. Testvérek, hiszen az egyház erre épül. Jézus azért választott ki 12 férfit, mert a 12 törzsfőt akarta jelképezni. Hogy elérkezett a világvégi Izrael, amiben már a pogányok is részt vehetnek. Mert Jézus korában rabbik már nem tudták számon tartani a 12 törzset, csak de azt mondták, hogy amikor eljön a Messiás, visszaállítja. Az a 12 törzsfő. És annak a folytatásai a felszentelt püspököt. Egy szervezetet hozott létre. A templom és az áldozatok helyett bemutatta a saját áldozatát a Golgotán. Kéfás helyett, Kaifás helyett, Kéfás Péter lett a főpap. Testvérek, aki elfogadja ezt a magán kinyilatkoztatást, mert ez nem tudomány. Az lehet tudományos vizsgálat, hogy ez az illető, az érdekli, hogy a mai zsidóság milyen. Hát milyen? Érdekelheti. Idéz tőlük ilyent is, olyant is, stb. De az már magánkinyilatkoztatás, hogy az Ószövetség az egy kitalált történet, mítosz, nem is volt a zsidóságnak Krisztusig egy egységes történelme. Aki ezt elfogadja, keresztény hite megkapta a rákos daganatra a vírust, végezzen életgyónást, áldozzon és tanulja a hitét, mert belülről le fog épülni a hite. És ennek a könyvnek megnézed az Isten képét. Ő a zsidók Istenét úgy képzeli el, hogy a zsidóság abszolutizálta az Istent. Minden népnek megvolt a maga Istene, ezek most kitalálták, hogy csak egy van az övéké. Persze elfelejt ez a könyvíró válaszolni annak, hogy honnét van az univerzum. Honnét a világ mindenség. Azt hiszem, hogy panteista és materialista az, aki ezt a könyvet írta. Testvérek, egy mai vizsgálódásban, hogy ki a zsidó, átcsap egy múltbeli
minden archeológiát, minden tudományos vizsgálatot tagadó kinyilatkoztatásba. És belevetíti azt a felfogását, hogy hát azért gondolja a zsidó magát ilyen kiválónak, mert az Isten kiválasztotta. Bocsánat, ez Hitlernek is a fejébe szállt a kiválasztottság, Stalinnak is. Egy katolikusnak is a fejébe szállhat. De attól még ha Isten kiválasztott valakit, az küldetés. Az nem arra való, hogy magamnak érjek, hanem hogy Szent Pál, jaj nekem, ha nem írt nekem az evangéliumot, ott hagyja a hazáját, bejárja a római birodalmat, számtalan szót hajóteri szenved, megveri, kövekből bújik elő ez a kis zsidó, hogy elmondja mindenkinek, a pogányoknak, hogy nem kell zsidóvá lennetek. Jézus lerontott a válaszfalat, beteljesítette az Ószövetséget. Testvérek, az evangélium ez. Jézus Krisztus élt és megölték, történelmi személy. Az írások szerint megjövendölték. Ott van Izaiás szövege. Szinte a szenvedés történetét írja le a szenvedő szolgáról szóló énekekbe. Föltámadott ismét az írások szerint, hiszen a Zsoltárokban is ott van, hogy nem hagyod rothadásnak szentedet. Testvéreim, és most, hogyha az első olvasmányra gondolunk, az Ószövetségben az is csodálatos, hogy valami még nem kész. Nem tudják a végső igazságot. Mi tudjuk, hogy Isten szent háromság, Isten a szeretet. És ebből kell értelmezni az élet szörnyűségeit, nem pedig az élet szörnyűségeiből vizsgáztatni az Istent. És az, hogy ez az Isten a keresztfán halt meg. Jobbról szól az első olvasmány. Olyanokat mond, amit egy hitetlen is mondhatna. Kár volt megszületni. Átkozott korábbi lapokon ezt mondja, nem, hogy átkozott legyen az a nap, amikor azt az örömhírt vitték az apámnak, hogy megszületett a fia, stb. Olyanokat mond, ami káromkodás lehetne, de nem káromkodás, mert nem Isten ellen mondja, hanem előtte. Hogy Uram, nem érte. És a végén föllebbez Isten ellen Istenhez. Hogy amit rólad ismertem, az most mind összedőlt. Vége ennek a ószövetségi teológiának, hogy a jókat megjutalmazod, a gonoszokat megbünteted. Én vallásos ember voltam, és itt vagyok a szemétdobon, a feleségem kidobott, rákos, beteg vagyok. Jönnek a barátaim egy jófésült teológiával, itt érvelnek. De tudom, hogy te afelett vagy, akit meg lehetne érteni, és ekkor mondja, tudom, hogy az én megváltóm él. És a saját testembe fogom meglátni az Istent az utolsó napon. Persze nem megváltott, mond a héberben, hanem Goel. Isten, a Goel az azt jelenti, keleten vagyunk, egyébként nyugaton is ez van, hogyha valakit nagy szenvedésért megölik a fiát, vagy megölik a testvérét, akkor neki a testvérének kell megölni azt a gyilkost. Ez a Goel. Tehát Isten, te vagy az, akinek bosszút kell állni azon, ami velem történt. Nem pedig te tetted. Micsoda nagyság. Itt tart egy keresztény. Mi, akik tudjuk, hogy az Isten szeretet, ő még nem tudta. De egzisztenciálisan belekapaszkodott az Istenbe. Mert másban nem kapaszkodhatunk. És tudom, hogy az utolsó napon föltámadunk. Bámulatos. Mi mindent tudtul adod nekünk, Jézus. Ez a minden az, amiről a múlt vasárnap beszéltem, amit ha aki nem figyelt, az nem értette meg, hogy Isten a szeretet. Ez a kijelentés azt jelenti, hogy csak. Isten a szeretet. Ez olyan kijelentés, mint a magyarban, hogy ez az. Most melyik az olaj meg az állítmány? Az ezről állítom, hogy az. De az azt is jelenti, hogy az azról állítom, hogy ez. Tehát Istennek nem tulajdonsága a szeretet, hanem maga a szeretet. Három személy. Ezért mondtam, idéztem egy jezsuita atyát, csodálatos, hogy akkor Isten nem minden tudó. Nem. Isten nem mindenható? Nem. Isten nem örökké való? Nem. Isten csak szeretet. De most figyelj.
A szeretet mindenható. A szeretet mindentudó. A szeretet önmagától való. A szeretet örökké való. Ez az evangélium. Még egyszer. Tanuljunk is testvérünk hitünket. Mi a mi hitünk? Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és eltemették az írások szerint. Tehát élt a názareti Jézus. Harmadnapra föltámadott. Ez a másik. Az írások szerint. Az kétszer mondja, hogy secundum scripturas. Az Ószövetség szerint. Mert Jézust előkészítette Isten. Még így is alig értettük meg. 2000 éves történet Ábrahámtól, amikor azért készíti föl, azért választ ki egy népet, nem azért, mert ők jobbak, téged sem, meg engem sem azért választott ki, mert jobbak vagyunk, hanem azért, hogy mondd el a szomszédodnak, mondd el a gyerekednek, hirdesd az evangéliumot. A kiválasztottságot úgy élem meg, hogy fölfuvalkodok, az bűn. De a kiválasztottság nem erre való, hanem arra, hogy megértsék majd az idők teljességében Jézus, aki kinyilatkoztatja Isten belső életét, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, hogy Isten nincs egyedül, hogy a szeretet az Isten. Nem úgy, hogy volt egy istenség, és abban oszkódás történt, hanem a három személy örök szeretete, az az istenség. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, vala most is, mindenkor és mindörökkön örökké. Amen.